Cherub sorozat első előadás. Kristály lény. Az első világháború idején történt, 1916 tavaszán a hadviselő Portugáliában. Három gyerek vigyázott az állatokra a Sebesso hegyén. Hirtelen vakító fényt láttak keleti irányból a fák fölött. És ez a fény, mintha valaki lett volna, egy ember alak, egy fiatal férfi alakja. Közeledett. Egy ifjú, áttetsző kristályból. De ez a kristály minden földi fényességnél csillogóbb volt. Ahogy egyre közelebb jött, a gyerekek mind tisztábban látták. Megdöbbenve szótlanul szemlélték a tünemét. A látogató egyszer csak ott volt előttük, és megszólalt. Ne féljetek, én a béke angyala vagyok. A gyerekek elbűvölten álltak. A jelenség pedig hozzátette, imádkozzatok velem együtt. Azzal letérdelt, s leborulva homlokával érintette a földet. A gyerekek önkéntelenül utánozták. A titokzatos lény háromszor mondott el egy rövid imádságot, a gyerekek pedig ismételték. Látogatójuk elköszönt és eltűnt szemük elől. Megrendült, áhítatos, egészen sajátos atmoszféra maradt utána. A három gyerek sokáig ott maradt leborulva, és ismételte az ismeretlentől tanult imát. Mindenki más előtt ösztönösen hallgattak az egész látomásról. Ez volt a híres fatimai jelenések bevezetése. A szűzanya megjelenéseire egy évvel később került sor. Mit gondoljunk erről a kristálylényről, aki angyalként mutatkozott be? Akik az angyalokat a tündérekkel helyezték egy kategóriába, szkeptikusan nézhetnek. Nem mesevilágba lépünk, ha eféle dolgokat komolyan veszünk? Jézus mondja, látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl is leszállnak az emberfia fölött. János evangéliuma első fejezet 51. vers. Az angyalok nem testi lények, de valóságosak. Az egyház vallja a létezésüket, ünnepeket is szentel neki, egy-egy kivételes alkalommal látható alakban mutatkoznak, mint a fönti esetben is. Az idézett történet teljesen hiteles. A most következőt nem tudom hasonló módon garantálni, mert forrását ellenőrizni nincs módomban, de mint megtörténtet olvastam egy amerikai katolikus szerző könyvében, aki egy folyóiratból merítette. Egy asszony leukémiás férjét ápolta a kórházban. Kimerültségében elaludt az ágy mellett ülve. Hajnali háromkor egy nővér azzal ébresztette föl, hogy Krisz a férje eltűnt. Melissa nyomban felugrott és keresni kezdte Kriszt. A kórház kápolnájának üvegajtaján át két alakot látott. Benyitott, a férje volt az egyik. Itt vagy. Mindenütt kereslek. Hogy jöttél ide? Hogy nem ébredtem föl, amikor kimásztál az ágyból, és araszolni kezdtél a járógépeddel? Hogy jöttél át a nővérpultok előtt? Egyikük se látott. Mi történt? Ó, én jól vagyok, mondta Krisz mosolyogva. A másik, aki a kápolnában állt, nem vett részt a társalgásban. Meghatározhatatlan korú magas férfi volt, egyszerű, de nagyon csinos öltözékben, nagyon világos bőre volt, és átható világos kék szeme. Melissa úgy érezte, a férje nem akarja, hogy zavarja. Magára hagyta az idegennel. Krisz egy idő múlva visszatért a szobába. Már nem olyan volt, mint egy gyönge, reménytelen, kínlódó beteg, arcán fény ragyogott, egész lénye reménységtől sugárzott. Ez az őrangyalom volt, mondta az asszonynak. Melissa körüljárt a kórházban, és érdeklődött a titokzatos látogatóról. Senki se látta.
A biztonsági őrök garantálták, hogy senki se jött be éjszaka a kórházba, és nem is távozott senki. Chris békességben maradt, félelem és fájdalom nélkül. Fizikailag nem gyógyult meg. Imádkozva, bizalommal tért haza Istenhez 2 nap múlva. Az angyal látogatása erre készítette elő. Íme elküldöm angyalomat, hogy előtted haladjon, őrizzen téged az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet neked szántam. Kivonulás könyve 23. fejezet 20. vers. Komolyan kell vennünk az egyháznak azt a hitét, hogy láthatatlan, de valóságos szellemi lények kísérik földi életünket. A fenti történet, amennyiben hiteles, egy kivételes esetet örökít meg, amikor az angyal láthatóan megmutatkozott. Keresztény meggyőződésünket azonban nem a rendkívüli esetekre kell alapoznunk, hanem arra az alapelvre, hogy az érzékszerveinkkel befogadott világ csak egy része a teljes valóságnak, amelyben mozgunk. Isten és az ő angyalai láthatatlanok. Ugyanez áll a sötétség angyalaira is. A Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy miután az ember elveszítette eredeti ártatlanságát, el kellett hagynia az Éden kertjét, és azt most kerubok őrzik villogó lángpallossal. Teremtés könyve 3. fejezet 24. vers. Nemrég a Hagiosz levelező listán egy testvérünk beszámolt szentföldi útjáról. Idegen vezetőjük meglehetősen visszaélt a zarándokok hiszékenységével, és többek között egész odáig ment, hogy az édenkert helyét is megmutatta. Ezt elhinni hallatlan naívság, hiszen a paradicsom nem fizikai hely, hanem az emberiség bűnbeesés előtti állapota. Ha fizikai hely volna, az idegen vezetőnek a lángoló kardot tartó kerubokat is meg kellett volna mutatnia. Ilyen földrajzi hely természetesen nincs, és a kerubok sem láthatók. Mégis mély tartalma van a bibliai képnek. A keruboknak nevezett lények ott állnak a paradicsom és a bukott világ, Isten szentsége és a profanizált teremtés határán. Ebben a funkcióban ismételten találkozunk velük. Jeruzsálemben az Ószövetségi templomban, a Szentek Szentjében 2 olajfából készült aranyozott kerub őrzi az örökkévaló szövetségének ládáját. Ahogy azt a Királyok első könyvének 6. fejezetében olvassuk, a 19-től a 28. versig. Az ószövetségi hit ugyan tudatosítja, hogy Isten mindenütt jelen van, a prigláva mégis szimbóluma és záloga ennek a szent jelenlétnek. És a kerubok, mint egy Isten megközelíthetetlen jelenlétének őrei. Innen az Istenhez intézett megszólítás, amivel a Zsoltárokban találkozunk. Aki a kerubok felett trónoz. 80. Zsoltár 2. vers. Ami már a kerubokon is túl van, az végképp a szent, a más, a numinózus valóság, a transzcendencia. Erről van szó aranyszájú Szent János liturgiájának gyönyörű kerub énekében, mely a profánból való kilépést fejezi ki. Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk, és az elevenítő háromságnak 3-szor szent éneket ajánlunk, tegyünk félre mostan minden földi gondot. Ezért is kapják az angyalokról szóló előadásaim a kerub címet. Kicsit belesünk az édenkert kapuján, feltörjük a transzcendencia zárait, betekintünk az angyalok luminózus világába. Persze egy pillanatig se szabad megfeledkeznünk arról, hogy róluk szóló ismereteink mindig csak megközelítések, analógiák lesznek, de ezek az analóg ismeretek is lehetnek igazak és biztosak. És szükségünk is van rájuk, mert a paradicsom nem elkerített terület, de a pokol sem. A jó és rossz angyalok
itt vannak körülöttünk. Visszatérve a kerubokra, a zsidó szentírás kerubjai alakjukban rokonságot mutatnak az asszír, babiloni, egyiptomi mitológia egyes figuráival, amelyekben az ember alakot oroszlán, sas, bika vonásai egészítik ki. Maga héber kerub szó minden valószínűség szerint az akkád, karabu, áldami ige, igenévi származékával, a karibu alakkal függ össze nyelvileg. Ezekiel próféta aprólékosan részletezett látomásaiban, Ezekiel könyvének első fejezet negyedik versében, 9. fejezet 3. versében, a 10. fejezetben és a 11. fejezet 22. versében találjuk ezeket. A keruboknak 4 szárnya és azon kívül emberi keze, továbbá 4 arca van. Ember, oroszlán, bika, sas. Más látomásban a templomfal faragványain, ahol minden kerub 2 pálma között áll, csak 2 arcuk van. Ember és oroszlán arc. Szó szerint idézek, Ezekiel 41. fejezetéből, a 18. és 19. versekből minden kerubnak 2 arca volt. Emberi arca az egyik pálma felől, és oroszlán arca a másik pálma felől. Idézet bezárva. Talán meglep bennünket, hogy mitológiai figurák, pogány kimérák jelennek meg az Ószövetségben. Elhamarkodott dolog volna azonban ebből azt a következtetést levonni, hogy az ószövetségi istenhit csak egyik az ókori kelet vallásai közül. Nem. Az ószövetségi monoteizmus messze kiemelkedik a bálványimádó környezetből, a sok istenségben hívő pogányságból, viszont örök emberi igyekezet a láthatatlan, következésképpen ábrázolhatatlan, képileg kifejezhetetlen valóságot valahogy mégiscsak kimondani, emberi eszközeinkkel látvánnyá fogalmazni, képbe, fába, kőbe, sőt aranyba foglalni. Az Ószövetségben eredetileg minden ábrázolás tilos volt, ne készíts magadnak faragott képet, se hasonmást, semmiről, ami fenn az égen, vagy lenn a földön van, vagy a föld alatt a vizekben lakik. Második törvénykönyv, 5. fejezet, 8. vers. Ám ez csak átmeneti előírás lehetett. Pajzsú szolgált a bálványimádás közeli veszélye ellen. Mint ahogy szárasság idején teljes tűzgyújtási tilalmat rendelnek el az erdőkben, még a tűzrakásra kijelölt helyeken is, mert közelről fenyeget az erdőtűz veszedelme. A tilalmak később föloldják. Maga a Szentírás is föloldja a teljes képalkotási tilalmat, a szent sátor elkészítésénél, a szentély kialakításának előírásaiban olvassuk. Készíts 2 kerubot, vert aranyból az engesztelő hely 2 szélére. Az egyik kerub az egyik oldalon legyen, a másik a másikon. Úgyhogy az engesztelő hely mindkét oldalát befedjék. Terjesszék ki szárnyukat, és borítsák be az engesztelő helyet. Egymással szemben legyenek, és arcukkal az engesztelő hely felé forduljanak. A bizonyság ládája felett lévő 2 kerub közül szólok majd hozzád mindarról, amit általad Izrael fiainak parancsolok. Ez a kivonulás könyve 25. fejezetében olvasható, 18-tól a 20. versig és a 22. versben. Ezeknek a keruboknak csak egy arcuk van. Kiterjesztett szárnyuk jelzi, hogy nem emberi lények. Mai templomainkban is gyakori az imádkozó angyalok ábrázolása a tabernákulum 2 oldalán, erre az ősi mintára. A kerubok funkciója itt is az, hogy mint egy őrt álljanak a szentséges mellett. Kiemeljék az ő megjelenésének helyét az alacsonyabb rendű környezetből. Az ábrázolás, a képi kifejezés, az érzékszervileg megragadható esztétikai megfogalmazás igénye
magyarázza, hogy az ószövetségi szerzők fantáziájára hatottak a pogány ábrázolások. Egyetlen nép se hagyhatja teljesen figyelmen kívül kulturális környezetét. Az Ószövetség azonban radikálisan mitosztalanítja a pogány kerub ábrázolásokat. A pogány hitvilágban a kerub figurák aféle alacsonyabb rendű istenségek, de a zsidóság minden kultuszt megtagad tőlük. A monoteizmusban kizárólag a transzcendens, teremtő istent illeti meg imádás. A kerubok itt nem kapnak kultuszt, ellenkezőleg arra szolgálnak, hogy az egyetlen igaz Isten kultuszát kiemeljék. Az Új Szövetségben a Jelenések könyve idézi fel ezek ilyen négy arcú kerubjait. Az Isten királyi széke körül álló négy élőlény formájában. Jelenések könyve 4. fejezet 6-tól 8. versig. Ezeknek azonban nincs négy-négy arcuk, hanem egyikük oroszlánhoz, másikuk bikához, harmadikuk emberhez és a negyedik repülő sashoz hasonlít. Tudjuk, hogy a Szentírás alkalmazott értelmezésével ezeket a négy evangélium jelképének szoktuk tekinteni. De eredeti funkciójuk itt is az, hogy Isten megközelíthetetlen szentségét kiemeljék, elhatárolják a környezettől. A szöveg nem mondja őket keruboknak, sőt az a tény, hogy 6 szárnyuk van, az Izajás prófétánál szereplő szeráfokkal rokonítja őket, akikről Izajás 6. fejezetének 2. versében olvashatunk. Ezek a különbségek és átfedések azonban nem sokat számítanak. Meg kell értenünk, hogy az ábrázolhatatlan ábrázolásáról van szó. Az emberi fantázia olyan csúcs teljesítményeiről, amelyek valamiképpen érzékeltetni akarják a szent és a profán közötti különbséget. Nem a részletek fontosak. Az angyaloknak nincs formájuk, mert nem testi lények, de sugározzák a numinózumot, a vallási értéket. Istennek és az ő szférájának felfoghatatlan másságát, és az emberi képzelet ezt a sugárzást próbálja megidézni, amikor dadogó szavakkal és botladozó képekkel kifejezi őket. Az Ószövetség nem hívja a kerubokat angyaloknak, de ha angyal a gyűjtő neve az embernél magasabb rendű teremtményeknek, egyszerűen nem nevezhetjük őket másnak. Már a zsidó apologetika is így jár el, a kereszténységben pedig ez magától értődő. A kerub és minden angyal szellemi lény, magasabb rendű az embernél, de nem középlény Isten és az ember között, hanem teremtmény, mint az ember. Igazán elképzelni az angyalt nem tudjuk, és a fantáziát mégis jogait követeli, valahogy ki kell fejeznünk magasabb rendűségét, Isten másságát tükröző numinózus jellegét, ezt leggyakrabban úgy oldják meg, hogy emberalkot rajzolnak szárnyakkal. Nem kifogásolhatjuk ezt, hiszen már az Ószövetségi szentély kerub ábrázolásai is ezt az utat járják, de ügyelnünk kell, nehogy angyalaink összetévesztetők legyenek a mese alakokkal, a tündérekkel. Ebből a szempontból súlyosan kifogásolható az angyalok női alakban való ábrázolása. A képzőművészetben ez a reneszánsz festőművészet fejleménye, amely a művészet elvilágiasodását jelzi. A festők szép nőket akartak festeni. Az egyházi megrendelésre készült képeken erre az angyalok adtak ürügyet nekik. Ezért írhatja Babits a Pictor Ignotus című versében, sok barna ifjú angyalok, lázlángú szeme andalok, Botticellinél vágy paráznám. Az angyalok női ábrázolása azonban biblikusan nem indokolt. A héber nyelven a malak küldött, a görögben az angelos hírnök küldött szó jelzi az angyalt. Mind a kettő hímnemű. A bibliai angyal neve Mikael, Gabriel, Rafael
férfi nevek. Ugyancsak hímnemű a kerub szó is. Persze az angyaloknak, mint tisztán szellemi lényeknek egyáltalán nincs nemük, következésképpen nem is férfiak. A hímnemű nyelvtani alak azonban a Bibliában azért elkerülhetetlen, mert az angyalok szoros kapcsolatban állnak Istennel, Isten neve pedig hímnemű. Nem mintha a bibliai istenkép biológiai vonásokat tartalmazna, Istennek sincs neme, hanem mert az erő és hatalom kifejezése a héberben a nyelvtani hímnemhez kötődik. Hatalmas, erős valóságok, mint akár maga Isten, akár pedig Isten küldöttei vagy trónállói a héber nyelvben kizárólag hímneműek lehetnek. Az angyalok elnőiesítése beviszi a szex motívumot egy olyan területre, ahol a megrendült áhítatnak el kellene hallgattatni a minden testiséget. Ismeretes az operettdal, a jányok, a jányok, a jányok, angyalok, a férfiakkal csak komédiáznak. Nos, a hiteles angyalok nem jányok, és egyáltalán nem komédiáznak. Már eltűnt, de sokáig látható volt a pesti aluljáróban egy plakát, amelynek felirata ez volt: angyali érintés. Fogalmam sincs, hogy mit reklámozott. Az angyali érintés kifejezése minden esetre fölöttébb kétes ízlésre vallott. A reklám egy karcsú hölgyet ábrázolt, amint bikiniben ül a felhők alatt. Ha tervezőjét csak ugyan megérintette volna egy angyal, azt hiszem olyasmit érzett volna, mint az áramütés, és nem bírt volna tovább dolgozni a képen. Amikor a Bécsi úton laktam, ablakaimból láttam az elhaladó villamosokat, s karácsony közelettével a rajtuk lévő reklámtáblákat, pufók profán gyermek angyalokkal. Akkor írtam a Nem ismerek az angyalokra című verset. Nem tudják, milyenek az angyalok. Szárnyas bébiket, amoretteket, csinibabákat rajzolnak, az angyal félelmetes, gyönyörű és hatalmas, tűz, kristály lénye messze túlesik képzeletük határán, azt a hangot sem ismerik, mely halkan szól naponta, s határozottan ezt tedd, erre menj. Mit tudnak az extatikus szeráfok rajongásáról, a triszágion küszöbrázó kiáltásáról, omló lavinájáról, a túláradó hömpölygésről, mely Istenbe temet. A templomtornyok angyalát se sejtik, sem a szentélyek trónálóit ezret meg ezret, vagy a fényt, amelyben úsznak. És őt se kieversett velem írva, lángol, mint a szépségszomjú krátere. Igen, lehetséges kapcsolat az angyalokkal, még bizalmas kapcsolat is. De ez nem játék. Nem jöhet létre megrendülés nélkül. Dániel könyvében, amikor a próféta találkozik Gábriel angyallal, ezt olvassuk. Felemeltem szememet, és íme egy gyolcs ruhába öltözött férfit láttam. A derekát színarany övezte, teste olyan volt, mint a krizolit, az arca, mint a villám fénye, a szeme, mint az égő tűz, a karja és a lábszára, mint a ragyogó érc, s a szavának hangja olyan, mint a sokaság hangja. Erő nem maradt bennem, az arcom elváltozott, elvágyadtam, és minden erőm oda lett, mikor pedig szavának hangját hallottam, ennek hallatára rémülten arcra estem, és arcom a földhöz tapadt. Dániel könyve, 10. fejezet, 5-től 6. és 8-től 9. versig. Ez igen, ez angyal. Kovács Gábort hallották.